Bácsi, hadd kérdezzem meg, az előbb mondani tetszett valamit, hogy hogy készül libatolból a puskapor? Ezt most hallom először. Azt nem tudom, de abból készül. Azt ne, de abból készül, mindenképpen abból készül libatolból. És azt szeretném kérdezni, hogy akkor azért nem lehet a liba farmon dohányozni, mert tűzveszélyes? Mert fölrobbanhat a liba, vagy meggyullad? Liba tömés közben sincs az, hogy lóg a pacsek a számban és tömöm a libát, mert tűzveszélyes. Akkor ezek szerint, hát ha libatolból lesz a puskapor... Ez mint a riska tehénben, az kirúgja. A fejed akkor is kirúgja a gunnáját. És mióta készítik a puskaport libatolból? Régóta? Vagy ez csak mostanságban így? Azt már valamikor régen is már még vidéken tudtuk. Aha. És azzal lőttek, mi? Ott vették meg a cigányok, megvették a nőről, hatszor annyira adták el. A libatollat? Hát a fegyvert. Mert puskapornak adták el, mi? Nem, hogy puskapornak, hanem az még csak felkész, semmi áru. Azt majd amikor megcsinálják, kivonják belőle azt a részt, ami romboló. Aha. Akkor az is lehet, hogy még fermentálják, és csak utána lesz belőle valamilyen adalékanyaggal a puskaport. Olyan, az nem lehet, Pista bácsi, hogy a libatolhoz puskaport adnak, és úgy robban? A libatol az alapanyag. És akkor benne van a puskaportban a libatol. Nem? Jó, akkor ezt megbeszéltük. Akkor most csak okosabbak lettünk valami. Köszönjük szépen, Pista bácsi. Köszönjük. Nagyon köszönjük.